Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit innen a Mobilizből, engem Molnár Milánnak hívnak, és egy kis közös kísérletezésre invitálok mindenkit műsoridőből fakadólag elsősorban a hatodikasokat, de talán azért szól ez inkább nekik, mert nem a legegyszerűbb kísérletekkel készültünk mára, de azt gondolom, hogy azokat a kéréseinket, amiket máskor is kérünk, mindig megfogadva, vagyis hogy felnőtt vagy szülő jelenlétében végezzük el, nem feltétlenül ragasz, kell ragaszkodnunk ehhez a, a korosztályhoz, kisebbek is megcsinálhatják. A témánk kifejezetten a, a fény, méghozzá a fénynek egy nagyon különleges tulajdonsága, mégpedig az, hogy hullámok formájában terjed, méghozzá olyan hullámok formájában, aminek van egy kitüntetett iránya, hogy merre tér ki az a hullám függőlegesen fölfelé, vagy éppen vízszintesen, vagy ferdén. Tehát egyértelműen megmondható, hogy az a hullám merre tér ki. Hogy ezt miért részleteztem ennyire nagyon fontos, hogy a hang például nem ilyen hullám, a hang is egy hullám, de a hang az ilyen összenyomódások és ritkulások formájában terjed, nincs egy ilyen kitüntetett irány, hogy merre tér ki, hiszen ugyanarra tér ki, amerre egyébként maga a hullám is terjed ezt az izgalmas tulajdonságát a, a fénynek, márpedig az, hogy van a kitérésének egy iránya, a hullámzásának egy iránya, ezt nagyon izgalmas kísérletekre föl lehet használni. Ugyanis ezt a ez alapján a tulajdonsága alapján a fényt lehet szűrni. Mindenki, aki valaha volt már 3D-s moziban, azt most akkor meginvitálom, hogy ezekre a kísérletekre az esetlegesen a moziból elhozott 3D-s szemüveget vegye magához, és használja. A Annyit szeretnék kiegészítésképpen megtenni, hogy, nem, hogy a kísérletek során nem elképzelhetetlen, hogy érdemes majd megforgatni, hogy nem feltétlenül a, így a szemünkre vesszük föl a szemüveget, hanem hogy a szárai kifele legyenek. Mi már itt az általunk végzett kísérletek során ezeket az eredeti 3D-s moziszemüvegeket, megmondom őszintén, galád módon szétszettük, és a benne található is szűrőket, amin keresztül a mozifilmeket nézzük, egyszerűen csak megforgattuk, hogy kényelmesebben lehessen őket használni. Ha valaki nem sajnálja az otthoni szemüvegét, könnyedén szét lehet pattintani, meg lehet fordítani és újra össze lehet rakni, akkor a kísérletezésre alkalmasabb lesz, hát 3D-s mozi, mozi nézésre akkor már kicsit kevésbé. Tehát nem, nem, kell ezt megtenni, elég, ha egyszerűen csak átfordítjuk, és így nézünk rajta keresztül. A 3D mozdi szemüveg ugyanis úgy működik, hogy csak egy bizonyos irányban hullámzó fényt enged keresztül. Tehát azt mondja, hogy például a két, a két, része a szemüvegnek, az egyik mondjuk a függőlegesen hullámzót, a másik meg mondjuk a vízszintesen hullámzót engedi át. A mozi úgy működik, kivetítik a vászorra a filmet duplán, mindenki látta már, hogy amikor leveszi a szemüveget, kettőt lát a filmből, duplán, az egyik viszont így hullámzik, a másik meg így. Ezért az egyik fény csak az egyik szemünkre jön be, a másik meg csak a másikra jön be. Nagyon fontos. És ezért az agyunk rakja össze utólag azt a háromdimenziós hatást, hogy a két szemünk két különböző képet lát, mint egyébként a valóságban is, hiszen egyébként is ezért látjuk térbelinek a dolgokat. Na de nézzük, hogy ebből milyen izgalmas dolgok következnek. Hát az, hogyha van egy olyan fényforrásunk, és szerintem sokaknak van, amelyik eleve olyan fényt állít elő, amiből egy bizonyos irányban hullámzó fény jön ki, akkor ezzel borzalmasan izgalmas dolgokat lehet csinálni. Ezek a monitorok, amiket itt például itt lehet találni, amik ilyen LCD-s technikával működnek, ezek mindegyike magából úgynevezett polarizált fényt bocsájt ki, ami azt jelenti, hogy minden fénysugara nagyjából ugyanabba az irányba hullámzik. Mit lehet ezzel csinálni? Hát nagyon izgalmas dolgokat. Fogunk egy ilyen szemüveget, és ezt a szemüveget, én most lehet ide is jövök a kamerához egy picit közelebb, és ezt a szemüveget ide a kamera elé, ha beteszem, akkor az látható, hogy ha én ezt elfordítom, akkor részben ki tudom kapcsolni a monitornak a fényét. Ezt természetesen otthon mindenki a saját szemével is látja. Talán nem árulok el nagy titkot, hogy én itt a, a felvétel készítése közben egy másik monitoron látom vissza saját magamat. Ha ezt én fölveszem, ezt a szemüveget, akkor az egy szakmai hiba, hiszen most például nem látom saját magamat. Most látom, most nem látom. Most látom, most megint nem látom. Na ezt kell érdemes kipróbálni, ezt próbálja ki otthon mindenki, akinek van ilyen 3D-s mozi szemüvege. Na de mi van azokkal, akiknek nincs? Mert ugye hát ne, mi azt ígértük, amikor ezeket a műsorokat elkezdtük felvenni, hogy olyan kísérletekkel készülünk ennek a korosztálynak, amiket otthon bárki nyugodtan kipróbált. Ki, mi van akkor, akivel esetleg nincs otthon 3D-s mozi szemüvege? Nem kell megijedni, nekik is van lehetőségük kísérletezni. Ugyanis nagyon fontos dolog, hogy ha valakinek van esetleg mondjuk polászűrős napszemüvege, azzal is működik. De ha az sincs, akkor kihasználjunk a természetnek egy csodálatos jelenségét, mégpedig azt, hogy egy felületről, egy, olyan, egy átlátszó felületről, mint ebben a tálcában lévő víz, átlátszó felületről megfelelő szögben visszaverődő fény, az polarizált. Bizonyos irányban hullámzik csak. Itt például azt lehet most megfigyelni, és itt most az operatőr kollégámat meg is kérem, hogy picit mutassa meg, hogy ha változtatjuk azt a szöget, ahogy a kamera ránéz erre a tükörképre, itt ugye a, a monitornak a tükörképét látjuk ebben a pocsolyában, tehát ebben a tálcában még egyszer mondom, víz van, otthon nyugodtan meg lehet csinálni. Olyan tálcát érdemes választani, amelyik nem világos, tehát nem fehér, hogy más tükröződések ne nagyon legyenek benne, csak az, ami a, konkrétan a víz felszínéről visszaverődik. Tehát nagyon fontos, sima tükörrel ez nem annyira jó, hanem azzal jó, amikor úgy érkezik a fény, hogy bele is megy a vízbe, de egy része a víz felszínről visszaverődik. Akkor tökéletes. És most picit kezdjük el változtatni a kamerának a magasságát, és azt figyeljük, hogy, hogy változik-e a világossága a tükörképnek itt a, a ebben a pocsolyában, Szépen megyünk lefele a kamerával, megyünk szépen lefele a kamerával, és lehet nagyon szépen látni, hogy bizony egyre egyre világosabb, egyre világosabb ez a, ez a, a, a tükörkép, a tükörkép egyre világosabb, még egy picit menjünk lefele. Tehát egy bizonyos szöget elérve el lehet érni, hogy a lehető legvilágosabb legyen. Tehát magyarul, mint hogy az előbb láttuk, amikor én forgattam a monitor képe előtt a szemüveget, ugyanezt el lehet érni azzal, hogy egy tükröződő felületre különböző szögben tekintünk rá, gyakorlatilag. Na de ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ilyen formában a visszavert fény, az átlátszó anyag felület, nagyon fontos, az átlátszó anyag felületéről visszavert fény, az ugyanúgy képes arra, hogy kiszűrje nekünk az egy bizonyos irányban hullámzást, mint ahogy a gyári háromdimenziós moziszemüveg. Ezzel kapcsolatban még egy dolgot szeretnék mutatni, akinek van 3D-s moziszemüvege, neki még monitorra sem feltétlenül van szüksége, de jövök egészen közel, ugyanis ők megtehetik azt, hogy egyszerűen csak egymás elé teszik a két a két szemüveget, és a két szemüveg, hogyha pont egymás előtt található, akkor azok képesek kiszűrni gyakorlatilag azt a fényt, ami rajtuk keresztül megy. Tessék csak figyelni, ide teszem az ujjamat, és egyszerűen, ha elforgatom, bocsánat, így, elforgatom, akkor Látszik a hüvelyk ujjam, most ott látszik a hüvelyk Viszont ha elfordítom ezt a szemüveget, akkor teljesen fekete, ilyenkor nem megy keresztül. Hiszen most a hátrébb lévő szemüveg játsza el a monitor szerepét, ő az, aki rajta keresztül már csak polarizált fényt enged át, és ha rá pont merőlegesen helyezkedik el a másik szemüveg, ha rá pont merőlegesen helyezkedik el, akkor az a fény, amelyik az egyiken keresztül ment, értelemszerűen a rámerőleges szűrőn nem bír keresztül menni, és ezért tudjuk eltüntetni a fényt ezzel a módszerrel. Tükröződéssel is működik, 3D is működik. Kap Kapcsolódunk még más kísérletekkel is ehhez a témához.